Üdvözöllek benneteket ezen a szerelmi jóslás felvételen. Ez a felvétel a gyertya mágiával együtt működik, az azt jelenti, hogy a videó végén átküldöm a piros gyertyának az erejét. Abban a pillanatban, amikor ez történik, figyelj oda arra, hogy melyik szó jut eszedbe, mert ennek van egy nagy jelentősége. Ez olyan, mint egy lelki üzenet, vagy tőled, vagy tőle, de hát figyelj oda erre. Itt látható ez a kő a földközi tengerből, hiszen itt élek, és én gyűjtöm ezeket a köveket. Számomra van olyan szimbolikus jelentése. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit vesztek észre ennél a kőnél, örülnék annak, ha leírnátok a kommentárba. Amit ez számomra így mutat két szem, tehát olyan, mint egy arc, és az arc előtt itt van ez az állarc, tehát valaki közeledik, de nem mutatja ki nyíltan a gondolatait vagy érzelmeit, mondhatnánk úgy is állarcot visel. De nem biztos, hogy így van, mert azt is jelentheti, hogy itt ez a rész a múltra utal, itt látható, hogy ez le lesz zárva, és ez az arc, a szemek egy más irányba tekintenek, tehát le lesz zárva a múlt, lesz egy új kezdet. Itt bal oldalon a kártyák rád utalnak, veled szemben a lelki társad vagy társnőd, majd azt is megnézzük, milyen üzeneteket közölnek a kártyák. Ami téged illet. Ez a kép utal a téli hónapokra. Ez alatt az idő alatt voltak nehézségek, problémák. Sőt, megjelenik itt a ravasz róka. Ez lehetett egy negatív gondolat, például ez úgysem sikerül, vagy utalhat félelmekre, de lehet, hogy úgy volt a múltban, hogy voltak hamis személyek a környezetedben. Ez most megváltozik, hiszen a gólyák jelentik a változásokat, sőt, itt láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Lesz egy szerencsés fordulat. És itt a kereszt, az jelentheti a hitedet. De jelent egy sorsdöntő változást is, vagy döntéseket, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, tehát fontos döntésekről lesz szó. Itt ez a két kártya, a kereszt és a csillagkép utalhat egy spirituális területre, akkor ez lehet egy munkahelyi változás is. Itt a fa jelenti a gyógyító erőt. Azon kívül a biztonság érzetét, ahol úgy érzed, igen, most ide érkeztem, itt le tudok gyökerezni. Ez lehet a párkapcsolat, a hivatás, a lakhely, tehát beszélhet különböző témákról is. Most megnézzük a lelki társadat vagy társnődet. Itt megjelensz te, ha te egy hölgy vagy, és itt ez a férfi. Itt ez a közelség utal a bizalomra, arra is, hogy összetartoztok, hogy ez a férfi gondol rád. Itt középen megjelenik a szerencse, ugyanúgy, mint itt a csillagképeknél, és ez ad életerőt számotokra. Ez a ház lehet egy közös otthon, vagy a család, családi kapcsolatok. Mivel a horgony összeköt benneteket, és utal a biztonság érzetére, ahol le tudtok horgonyozni, de a horgony jelenti a munkát, a hivatást is, ebben az esetben lehet egy közös tevékenység, és akkor a ház azt jelenti, itt kiépül valami. Persze utal a párkapcsolatra is, hiszen ez egy stabil párkapcsolat, ami szerencsét hoz.
Ez a kála virág utal a tisztaságra. Vagy tisztázódik valami kettőtök között, vagy a családban, vagy ügyelsz arra, hogy az otthonod tiszta legyen. Amit ez a kártya még jelent a lönomált kártyáknál, ez a testi kapcsolat. Mivel ez a férfi ebbe az irányba tekint, nála vannak ilyen gondolatok, elképzelések, lesz közeledés. És most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját. Melyik szó jut így hirtelen eszedbe? És helyezd magad kényelembe, gondolj arra, mit hogyan szeretnél elérni, erősítsd a hitedet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.